Költségvetési módosító javaslatot nyújt be a Mi Hazánk mozgalom az országgyűlésben, annak érdekében, hogy katolikus kápolna épülhessen az Úszvölgyi katonatemetőben magyar állami támogatásból. Egy 1956 utáni években templomot építő katolikus pap unokájaként lelkiismereti kötelességemnek is éreztem a javaslat megfogalmazását, és kedvenc országgyűlési képviselőmet, Dúró Dórát könnyűszerrel meggyőztem arról, hogy be is nyújtsa az országgyűlésnek ezt a javaslatot, azok után, hogy egy román parlamenti képviselő a kormányuk segítségét kérte az úszvölgyi katonatemetőben, immár román állami tulajdonba kerülő területen, egy román ortodox kápolna felépítésének érdekében. A román térhódítás keretében két naponta avatnak fel egy ortodox templomot szerte Romániában és Erdélyben is. És ennek a térhódításnak a része az is, amit sajnos Szijjártó Péter tulajdonképpen kritika szó nélkül elfogadott, tiltakozás nélkül elfogadott, és a fejlemények tükrében egyre nyilvánvalóvá válik, hogy milyen óriási hiba volt az, hogy ellenvetés nélkül elfogadta Szijjártó Péter román kollégájának azt a diktátumát, hogy a katonatemető román államosításán keresztül annak magyar fennhatósága tulajdonképpen megszűnik. Ezt még az RMDSZ is ellenezte, és nagy örömörünkre szolgál, hogy az Erdélyi Magyar Néppárt tegnapi csíkszeredai tüntetésén is egyértelműen megfogalmazták, hogy az úszvölgyi katonatemetőt jogos tulajdonosánál, Csíkszentmárton községnél kell hagyni. Ebből nem engedhetünk. A kühoni magyaroknak most újabb pofon ez a kormányzati szolgalelkűséggel elkövetett árulás, az úszvölgyi temető államosításának szó nélküli elfogadása, mely után meggyőződésünk, hogy az ottani kühoni magyarokat még kevésbé veszik majd emberszámba a románok. Ennek jele az az egyre szélesedő lobby, amely az úszvölgyi katonatemetőbe immár román ortodox templomot is kíván építetni. Ezért kell leszögeznie egyértelműen a magyar államnak ennek az országgyűlési, a magyar országgyűlési javaslatnak a támogatásával, hogy ott keresni valója nincsen a románoknak, legalább a halottainkat ne lopják el. Egyértelműen fontosnak tartjuk ezt, és 2016-ban volt egyik utolsó országgyűlési javaslatom a Szent Imre templom felújítása, melyet bár akkor a fideszes többség leszavazott májusban, két hónapra rá maga Lázár János jelentette be a kormányinfón, hogy a Szent Imre templom támogatását a kormány biztosítja. Én bízom benne, hogy ha esetleg le is szavazná ezt az országgyűlést, egy olyan példaértékű jelzés lehet, ami alapján előbb vagy utóbb ilyen vagy olyan, de magyar állami támogatással meg kell valósítani, hogy ott épülhessen egy kápolna. Azt gondoljuk, hogy ebben a költségvetési javaslatban 50 millió forint előirányzásával ez kényelmesen és különösebb, komolyabb állami áldozatvállalás nélkül is ez megvalósítható. Az elmúlt napokban Tégy a magyar gyűlölet ellen címmel egy nemzetközi kampányt indított a Mi Hazánk mozgalom. Elsőként a Magyarországra akkreditált nagykövetségeknek küldtük el ezt a levelet az úszvölgyi román magyar ellenesség ügyében. Sajnos a nagykövetek is itt Budapesten inkább csak a homoszexuális propagandáért állnak ki ezekben a hetekben. Európa legnagyobb jogfosztott nemzeti kisebbségéért, a magyarságért nem képesek szót emelni. És sajnos a román állam nemzetközi propaganda gépezete most ismét ontja az ugságokat, ezért a magyar külügyminisztériumnak kellett volna haladéktalanul tiltakoznia és ellensúlyoznia azokat egy tényszerű tájékoztatással. Ennek hiányában azonban a Mi Hazánk mozgalom fordult elsőként a nagykövetségekhez, de különböző más nemzetközi kapcsolatokon keresztül próbáljuk a hiteles tájékoztatást biztosítani. Ennek köszönhetően például egy lengyel hírportálon már megjelent az elküldött tájékoztatásunk nyomán az úszvölgyi katonatemetővel kapcsolatos valódi helyzet, de bízunk benne, hogy a nagykövetségek figyelmét is sikerül ráirányítani ezzel a levéllel a magyar ellenességre.